Szevasztok, ez mindenkinek ezen a szép napon. Hogy látjátok, itt vagyunk lent ezen a Sandi részen, és rettentő jó az idő, hiszitek, vagy nem tudom, hogy a 30-33 fok. Tavaszhoz képest az ilyen nagyon jó idő. Lejöttünk egyet ide a családtól. Davis itt rohangál egyet a vízbe, ugyanis ez ilyen félsziget. Elég meleg itt a víz arrafelé. Látjátok, hol kékebb, ott mélyebb, meg hidegebb. Onnét jöttünk, onnét hátulról, és itt fogunk lenni egy darabig, aztán valószínűleg még a túloldalra. Nem olyan túl sokan vannak lenne, de van egy-két csónak, egy pár hajó, egy pár turista. Rettentő jó idő van, ahogy mondtam, hogy tavaszhoz képest. A jövétre mondja az esőzés, sajnos. Innét megyünk visszafelé, ugyanis alattan már mélyül a víz. Itt a szigetnek a vége. Hogyha megyünk visszafelé. Arra, megyünk visszafelé. Megyünk. Bum, bele a vízbe. Lukasz, mit ástál? Hol a víz? Ez amúgy víz alatt van ám, ez az egész, csak most, hogy lent van a víz. Bár én azt mondom, hogy most jön majd felfele. Mit ástol? Mély lukad? Elég pici? Nem pici, elég könnyen lehet ásni, mert ugye vizes az egész. Nézd csak, rohangál körbe a feleségemmel. Itt egy turista hajó, hogy látjátok, hozza a turistákat minden órába. Majd túl sokan most nincsenek rajta, hogy rajta adtak a hajó. Ezek inkább ilyen ázsiai turisták, ahogy elnézem. Hol jön be a víz? Ott bent, ott, látom. It's an apocalypse! Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, kimostam a csónakot, kimostam a motort is, minden tele volt homokkal, ugyanis a Davis ilyen rohangált azon a homokos részen, beleestek a vízbe, ami a Davis nagyon élvezte, jelenleg csokis tortát eszik. Mi a helyzet, Nyuszi? Aha, a kájk. Csokis torta, nagyon szép moszatot csináltál te. Amúgy a Davis tartotta a kamerát végig egész hazafelé. De nem aszható el annyira. Már megzuhanyzott, vagy megfürdött a Lukasz is, most ment el a feleségem. Én még nem, ugyanis valószínűleg ki fogom vinni a jetskit. Lehet, hogy megpróbálom rárakni a jetski kormányára a GoPro-t, és úgy filmezni, ugyanis mikor ide belerakom magamba, annyira nem lehet látni, ugye mikor megyek, mert mindig benne a kormány, vagy valami. Amit tegnap is kivittem a jetskit, nem filmeztem, és próbáltam csinálni ilyen trükköket, ugye ilyen trükkös jetski. Olyan trükköt próbálok csinálni, majd megmutatom nektek is, hogyha tudom, kamera rajt lesz a jetski elején, valószínű, hogy megyek így egyenesen, és így hirtelen ilyen 180 fokba így megfordulok, és mikor megfordultam, akkor egy kerékre állítom, és kiveszem a vízből, és megyek egyenesen tovább. Lehet, hogy nem lehetett érteni, de ilyen 180 fokos fordulatot próbálok csinálni a jetskivel, ami érdekes, nem tudom, hogy néz ki kívülről, ugyanis én a jetskin ülök, de a jetskin nagyon ilyen le akarsz róla esni. Na minden? Mi csinálsz? Aj te! Rakod vissza! Mit eszel? Hogyan eszel? Oda üljél le, mert tiszta maszat lesz minden, Nyuszi. Ja, üljél oda le, jó? Csücs! Sit down, please! Tegnap ezt gyakoroltam, mielőtt hazaérkeztem, mert elég jól sikerült. Kimentem az óceánra is egyet, ugyanis nagyon szép idő volt, és tegnap egyáltalán nem fújt a szél, kivéve felhős volt az idő. Na minden, valószínűleg, hogy elmegyek, hogy mondtam, hogy ha tudom, akkor megpróbálom nektek megmutatni, és rákapcsolom valahogy a kamerát a jetskire. Valószínűleg csak zenére fogok filmezni, ugyanis, ahogy mondtam, nagyon fúj kint a szél. A hajót nem vettük még mindig meg, ugyanis még mindig nem tudtuk eldönteni, hogy jó lenne nekünk-e, vagy nem lenne jó, vagy hova állítsuk meg, hogy hogyan. Még mindig gondolkozunk rajta, és amit próbáltam lealkudni, képzel el, próbáltam lealkudni, de nem engedett az árból. Mondtam, hogy ha annyira odaadja, amiért ugye én meg szerettem volna venni, akkor megvesszük. De egyelőre még annyira nem adta oda. Azt mondta még, hogy ő is gondolkozik rajta. Úgyhogy egyelőre azért nincsen hajó, ugyanis többen kérdeztétek, hogy mi van a hajóval. Azért nincsen. Na, összeszedtem magam, hogy jobban lezárkozzuk, hogy is a Davis most megy aludni. Még mielőtt elmegyek, meg kell tölteni a jetskit benzinnel, ugyanis tegnap elmentem, és majdnem kifért a benzin. Viszem a jackimet, megvan a jackim, viszek magammal inni,
megvan a kesztyűm, képzeld, de a kesztyűm elég jól elhasználódott. Múltkor ugye vásároltam egy ilyen kesztyűt, és oda néz. Használtam kb. Vagy háromszor. Úgyhogy én azt hiszem, hogy lehet, hogy kell velem egy rendes jetskis kesztyű, és ez nem jetskis kesztyű, nem ez csak egy ilyen biciklis kesztyű. És nem bírja olyan sokáig gondolom, mint a jetskis. Amúgy ez csak 15 dollár volt, a jetskis kesztyű meg 60 dollár. Úgyhogy lehet, hogy azért drágább. Na minek? Na, megyek. Megvan minden, legalábbis nagyon remélem, húzom a kesztyümet. Rajtam Jackie, ahogy látjátok, telefonomat, innivalót viszem, és megpróbálom rárakni a jetskire, nem megpróbálom rárakom ezt a zárványt. Most nem láttuk ugyanis a kamera a zárványon van, úgyhogy megpróbálom ezt a biciklis állványt rátenni a kormányra. Na, felhúzom a cipzárt, belöltöm a jetskit, aztán lassan indulunk. Hozzáérkeztem! Lemostam a jetskit szokás szerint, a csónakot is, mondjuk a csónakot már korábban. Beleestem hazafelé is a vízbe, képzeld el, mindent nem filmeztem. Majd megpróbálom megszerkeszteni a videót, és én remélem, hogy lehetett látni. Nagyon remélem, hogy lehetett látni, nem is minden, de nagyjából. Ugye nehéz jetskizni, meg egyszerre filmezni, főleg, hogyha rajta van a kamera a jetskin, de na minden. Úgyhogy, most nem más csinálunk, mint megnézzük, mi csinál a Lukasz, ugyanis épp, hogy csak megebédeltünk, és azt mondta Lukasz, vissza kell menni a szobájába, mert valamivel játszik, és valami idő lejár. Szervusz, milyen idő jár le? Mivel játszol? Ezzel. Mi ez? A Roblox. A Roblox-szal. És most ez verekedős játék, vagy micsoda ez? Nem Roblox, de... Rendben. Amúgy most nem tudok a kamerába nézni, de többen hiányoltak, kérdezték, hogy hol vagy. Mikor lesz a Lucas Vlog? Nem volt Lucas Vlog. Nyissuk ki ezt az ablakot, én azt mondom, mert meleg van. Na, kinyitottam, te csinálod azt. Majd lesz Lucas Vlog valamikor, hogy mikor, azt még nem tudom. Aztán majd lesz Davis Vlog is. És a Davis szeret videózni, csak össze-vissza videózik, ugye, mert viszi magával a kamerát, aztán rángatja mindenfelé. De majd annyi idős lesz, biztos, hogy lesz. Amíg képzeld el, a kábel a tévé nem működik, az internet nem működik. Úgy működik az internet, mert nekünk olyan internetünk van, ugye extra kellett annak idején azért fizetni, ugye... Át kellett váltam erre a kamerára, a másik nem a GoPro-ra, ugyanis a GoPro lemerült, vagy betellett, és megállt. Amúgy ez a kamera azért jó, mert látom magamat, mikor filmezek, és látom, hogy hol tartom, mit tartom. A hangminősége is ugye jobb, mint a GoPro-nak, de ezt a kamerát nem tudom vinni a vízre. Ugyanis nem vízálló. Amit mondtam, képzeld el, az internetünk, meg a kábel tévé ugye megállt.
ma reggel 8:30-kor felhívtam őket, azt mondták, hogy nem tudják, hogy miért, mert semmi gond nincsen vele. Aztán felmentem az internetre, ugyanis lehet most saját magattól is csekkelni, hogy mi a baj, és azt írta ki, hogy állítólag valamit itt szerelnek a mi környékünkön, és azért nem működik, egészen holnap estig. Úgyhogy, jelenleg most úgy van, kábeltévé az nincsen, az internet sincsen, internet most úgy van, ugye annak idején extrában azért fizettem, vagy fizettünk ugye minden hónapban, hogy ilyenkor, hogyha véletlenül elmegy az internet, mert vagy vihar van, vagy szerelik, akkor van egy ilyen valamink, mutatom, és automatán átvált mobil internetre. Egy ilyen valamink, látod, olyan dobozunk, meg még egy dobozunk, és most mobilon megy végül is az internet. Ugye ez volt a baj annak idején, mikor ott laktunk a régi helyen, még a régi házban, nem ott a lakásokban, nem a régi házban, hogy mikor véletlenül szerelték, mert ugye sokszor szerelik, nem tudom, hogy miért, de szerelik, nem volt internet. Volt olyan, hogy egy hónapig, képzeld, egy hónapig nem volt internetünk. Internet nélkül a mai manapság nagyon nehéz meglenni, és minden az interneten megy, ott kell fizetni, ugye a mindent ott kell fizetni. És na minden. Úgyhogy mondtam, hogy ha van ilyen lehetőség, akkor inkább befizettem. Úgyhogy ezt befizettem, azért jelenleg most van internetünk. Nem a legjobb, ugyanis elég lassú, már a videó még így is HD minőségbe megy, de na mindegy. Úgyhogy talán elég lesz és vissza fog jönni. Ha nem, akkor internet, rendes internet nélkül maradunk, meg tévé nélkül. Úgyhogy most tévét nem tudunk nézni, csak ilyen Netflixet. Ami mindenkinek tényleg meg szeretném köszönni, na, kimentem a fókuszba. Mindenkinek tényleg meg szeretném köszönni, ugye múltkor kérdeztem a Netflixet, mondták, hogy a Netflix hogy működik, hogy magyar felirattal vannak filmek, és meg szeretném köszönni mindenkinek a tanácsot a hajóhoz, ugye is még mindig kapok kommentet, hogy vegyétek meg, jó lesz az, ne vegyétek meg, mert pici lesz. Amúgy lehet, hogy eladom a csónakomat, ezt a kéket, amivel ma voltunk kint, és lehet, hogy veszek egy nagyobbat, vagy egy másikat, ezt itt látod? Ott lent, ami ott áll, ugyanis ma is kimentünk, és hogy fújt a szél, jössz hazafelé, hullámokkal széllel szembe, és csapkodja a vizet, és tiszta víz leszel. Engem ugye annyira nem zavar, de a Davis-t egyszer-kétszer ugye zavarta, mert ráment a víz, a feleségemet is, és ilyen szélesebb időben nagyon nem lehet vele. Ki lehet vele menni, de attól függ, hogy kimegy vele engem, én nyugodtan kimegy, vagy az öcsém is, meg apukám is, de a gyerekek annyira nem szeretik, úgyhogy most már ajánlottak érte, de nem tudom, hogy hogy adjam-e annyira, vagy nem. Vagy várjak fele, és még hát valaki jobb ajánlatot tesz. Bár először kell néznem egy csónakot. Aztán még mindig gondolkodunk ugye a hajón is, amit mondtam. Majd meglátjuk, hogy most vesszük-e meg ezt, vagy még várunk, és másfajtát veszünk. Ugyanis ez is jó. Egy pár dolgot meg kell rajta csinálni, ugye. De azért annyiba kerül. Tehát egy kicsit többet költök, egy kicsit jobbat kapunk. Úgyhogy, na minden, amúgy mi is meg tudjuk csinálni, mert ilyen apróság, például a lámpa nincs rajta, hogyha este akarsz vele közlekedni, bár éjszaka nem hiszem, hogy közlekedünk vele, de sose lehet tudni, meg ilyen apróságok. Úgyhogy, most nem más csinálok, mint a GoPro-t bedugom, csak várjál, kitakarom itt a számot, mert rajt van a számom. Igen, leírtam reggel mindegy, egy számot, amit nem akarok megmutatni. A GoPro-t bedugom, átmásolom a felvételeket. Ezt visszateszem, hogy én mindig nem csináltam, meg akartam csinálni ide a falra egy ilyen akasztót, hova ki tudom akasztani az ilyen akasztókat, ilyen GoPro, meg kamera akasztókat, ugyanis a polc, a fiókom tele van mindenféle fajta dologgal, és ilyen rumlis. Tehát jelenleg itt tartom, én nem tudom őket becsukni, már most elég jól bement, mert itt ez a kamera is, meg az is kint van, de akartam csinálni a falra valami akasztót, úgyhogy azon még mindig dolgozok. Az evezőt még mindig nem fejeztem be, amit elkezdtem. Most már majdnem kész van, de sosincs időm megcsinálni. Úgyhogy már ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor éjszak, hogy szoktam mondani. Sziasztok!